Az év utolsó meccse előtt egyszerű volt a képlet a Kisvárda számára, győzelem esetén az első helyen zárta volna az évet a csapat. Erős Gábor együttese azonban már a negyedik percben hátrányba került, amit a 28. percben ki tudott egyenlíteni. A folytatásban nem esett több gól, így a forduló rangadója 1-1-ös döntetlennel zárult. Talán lehetett volna benne több, de a mérkőzés közképe alapján szerintem reális eredmény született. Sajnos igen korán gólt kaptunk, egy nagy hibát követtünk el. Kipattanó labdát ugye a Rászkely elveszített, tehát azért a futballnak a része a hiba is, tehát hogyha nem hibáznánk, akkor biztos, hogy nem történne soha semmi. Gólt kaptunk, viszont a csapat erejét mutatja, hogy nem mestünk össze, abszolút egyből fel tudtunk állni. Aránynak hamar kiegyenlítettünk még az első félidőben, és az első félidőben azt éreztem, hogy ott, hogy meg lehet a meccs, ott közel álltunk ahhoz, hogy meg is fordítsuk, tehát a magunk részére fordítsuk, és sajnos a lehetőségek kimaradtak. A második félidőben viszont már kevésbé éreztem, megmondom őszintén. Nem mondom, hogy a Puskásban volt az a nagyon komoly veszély, de azért a labdaszerzések után voltak nekik is veszélyszituációi, és nem nagyon éreztem a csapatban. Meg voltak nekünk is a lehetőségeink, de összességében, amit ahogy kezdtem, meg amit említettem, ez a döntetlen, ez egy reális eredmény. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Budapest Honvéd 1-0, MTK Budapest Paks 1-4, Molfehérvár FC Mezőkövesd 1-0, Gyirmód DVSC 0-0 és Zalaegerszeg Újpest 2-0. A tabella élén a 35 pontos Ferencváros áll, megelőzve az egy meccsel többet játszó 34 pontos Kisvárdát és a 31 pontos Puskás Akadémiát. A Kisvárda a 17 meccsen 31 gólt szerzett és 17-et kapott, ami a második legkevesebb a mezőnyben. A 101 élvonalbeli meccsnél járó Dombó Dávid 16 alkalommal állt ősszel a várdai kapuban. Ha visszatekintünk erre a félszezonra, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nagyszerűen teljesített a csapat. Hogyha a mérkőzést kellene néznünk, a Puskás elleni mérkőzést, akkor talán azt gondolom, hogy benne hagytunk 2 pontot a mérkőzésbe, azonban azt sem szabad elhanyagolni, hogy a Puskás egy jó csapat, tehát azért a döntetlen ellenük is egy jó eredménynek számít. Ha pedig tényleg az egész őszt nézzük, akkor egy nagyon jó szereplés volt a csapat részéről, hiszen 34 ponttal tudtuk zárni az őszi szezont. Én azt gondolom, hogy talán mondhatom azt, hogy 30 ponttal is kiegyeztünk volna a bajnokság kezdete előtt, de ez a 34 pont pedig azt gondolom, hogy nagyon jó eredmény, úgyhogy én azt gondolom, hogy van okunk bizakodva várni a tavaszi szezon folytatást. A Kisvárda január 4-én kezdi a felkészülést, egyelőre még nem tudni kinek az irányításával, mivel Erős Gábor csak az év utolsó 5 meccsére kapott megbízatást. Január közepén törökországi edzőtáborba utazik a csapat, a bajnokság pedig február 5-én hazai pályán a Honvéd ellen folytatódik a Kisvárda számára.